Szeretettel hirdetjük itt a kapuvári Szent Anna plébániának az ünnepek alatt a szertartás rendjét. December 23-án pénteken folytatódnak a reggeli szentmisék, a roráték reggel 6 órakor itt a Szent Anna templomban, alatta gyónási lehetőség lesz, illetve ezen a napon még, majd délután fél 5 órakor házhelyi templomban lesz szentmise. December 24-én szenteste tartjuk az utolsó roráte szentmisét itt a kapuvári Szent Anna templomban, alatta gyónási alkalom lesz. Majd fél 5-kor délután pásztorjáték, és éjfélkor ugye az éjféli szentmise. December 25-én vasárnap reggel fél 8-kor, 9 órakor és este 6 órakor lesz itt szentmise, szokott vasárnapi rendszerint a nagy templomban. December 26-án hétfőn szintén vasárnapi rendszerint reggel fél 8-kor, 9 órakor és este 6 órakor lesz majd szentmise. A házhelyi templomban december 24-én szombaton szenteste napján este fél 9-kor pásztorjáték, majd azt követően 9 órakor lesz szentmise. December 25-én és 26-án szokott vasárnapi rendszerint reggel 8 órakor. Öntésmajorban december 24-én szombaton szenteste napján este 7 órakor lesz majd karácsonyi szentmise, illetve vasárnap és hétfőn szokott vasárnapi rendszerint, de délelőtt fél 10-kor. Tőzeggyármajorban december 24-én szombaton este 7 órakor lesz karácsonyi szentmise, ott vasárnap nem lesz, hanem majd hétfőn, december 26-án, délelőtt 3:45-kor szokott időben lesz a szentmise. A ferences templomban pedig december 24-én szombaton szenteste napján este 9 órakor lesz szentmise, illetve vasárnap és hétfőn, de december 25-én és 26-án szokott vasárnapi rendszerint délelőtt 11:30-kor lesznek szentmisék. Úgy gondolom, hogy bőven van alkalom és lehetőség arra, hogy mindenki megtalálja azt az időpontot, ami éppen megfelel neki. Úgy gondolom azt is, hogy ez a fajta ellátottság, amit Kapuváron tapasztalható, egyre ritkább már az egyes települések között, úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és találjuk meg azokat az alkalmakat, amelyeken valóban be tudunk kapcsolódni ebbe az ünneplésbe.